Az egri vár története. Az államalapítás idején a magaslatra épült első egri székesegyház mellett még csak egy egyszerű palota épület és egy körkápolna állt, melyet temető és a domb oldalában kis település övezett. A 12. századtól kiépülő új székesegyház nyugati oldalán a 13.-14. században a püspöki palota hatalmas épület együttessé növekedett, melyet falak és tornyok védtek. Feltehetően még a 15. század közepe előtt az országban dúló polgárháború miatt az egész épület együttest nagy kiterjedésű várfalrendszerrel övezték. A várfalakon belül álltak a kanonokok házai és a székeskáptalan épületei, valamint több kápolna is. A püspöki palota északi szárnyát az 1470-es években késő gótikus stílusban újjáépítették. 1500 körül Esztei Hippolit püspök idején a vár nyugati oldalát kerek és négyszögletes ágyulőrésekkel ellátott tornyokkal tüzdelték meg, északnyugati sarkára pedig előreugró barbakánt emeltek. A katedrális szentélye körül a szomszédos hegyoldalra néző keleti várrész védelmére kettős, kis tornyokkal védett falrendszert építettek, melynek kapuját barbakánnal erősítették meg. Az 1540-es években a várat elfoglaló Perényi Péter várnagya Varkocs Tamás, majd később a király által kinevezett Dobó István már bástyákkal igyekezett a várvédelmét modernizálni. Az átépítések során egy fallal a várat két részre választották, és a katedrálisnak a falba befoglalt szentélyét védművé alakították. Ennek ellenére 1552-ben az egri vár katonai értelemben nem érte el a kor fejlettségi szintjét. Védművei a jófél évszázaddal korábbi szintet tükrözték, s helyzetét tovább nehezítette a keleten a vár fölé magasodó Almagyar hegy. Bár a neki tulajdonított mondás szerint a falak ereje nem a kövekben vagyon, a nagy haditapasztalatokkal rendelkező Dobó István azonban föltöltések, palánkok alkalmazásával gyorsan és nagyon hatékonyan erősítette meg a védelmet, s a körülményekhez képest teljes mértékben felkészítette a várat a védelemre. Az 1552-ben rommá lőtt várat évtizedes munkával többé-kevésbé helyrehozták. Ám a stratégiai fontosságú eger már korábban sem felelt meg a várvédelem korszerű követelményeinek. Az udvari haditanács tehát 1568-ban kinevezte a trieszti származású Ottavio Baldigárát a vár építési felügyelőjének, aki hamarosan nagyszabású elképzelésekkel állt elő. A feltételezett végső terv szerint a belső várat 5 bástyával erősítették volna meg, ebből 3 a város felé,
kettő a hegy felé nézett volna, míg a külső vár keleti oldalát két további bástya védte volna. A terv rendelkezett a legkorszerűbb olasz várépítészeti rendszer majd minden fontos elemével, s ha elkészül, Magyarország egyik legerősebb vára lehetett volna. Az 1572-ben meginduló építkezéseket azonban az örökös pénzhiány folyamatosan hátráltatta. Továbbá a hatalmas méretű falak és sáncok megépítéséhez pusztán emberi és állati erővel hosszú évtizedek kellettek. Az újabb, 1596-ban bekövetkezett török ostromig így jóformán csak a külső vár falai készültek el, de ma sem tudjuk pontosan, meddig.